szokásos témánk az utóbbi években a HR digitalizációval kapcsolatban és az erre való átállással kapcsolatban rendeztük a idén is már a második konferenciánkat. Az előzőt azt az IT szempontjából jártuk körbe a digitalizáció kérdését, most pedig a HR szempontjából. Elsősorban az emberre fókuszálva, nem csak az eszközökre és megoldásokra, amiket kínálunk már hosszú évek óta a piacon, hanem gyakorlatilag az új generációk, XYZ generációkkal kapcsolatos kihívásokra. Nagy kihívás most a vállalatoknak, hogy különösen ebben a munkaerőhiányos helyzetben, hogy hogyan lehet a munkavállalókat megtalálni, megfogni, megtartani, motiválni hosszú távon, miközben az egyes rétegek között jelentős eltérés van. A digitális jólétprogram koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztosként hogyan látja, hogyan hat ez a digitális átalakulás, transformáció a HR világra? A munkavállalókkal foglalkozó szakma képviselőit nem csupán a szakmájuk gyakorlásával kapcsolatos hatásokban érinti a digitalizáció, a tekintetben is, hogy olyan munkavállalókat, olyan munkatársakat kell keresniük, találniuk, a meglévő munkatársak esetében pedig azt a munkát kell elvégezniük, hogy minél fokozottabb, nagyobb, elmélyültebb legyen az ő digitális tudásuk. A megoldás hosszú távon a digitális oktatási stratégiában rejlik, a magyar oktatási rendszer teljes digitális átalakításában. Ebben a munkában az egyik elsőrendű partnerünk a HR szakma, hiszen a HR-esek foglalkoznak, ahogy említettem, a munkavállalók ügyeivel. Ha ők tudnak olyan szakmai megoldásokat javasolni, amivel segíteni lehet, amivel gyorsítani lehet, amivel szélesíteni lehet a munkavállalók digitális tudásának az elmélyítését, az segít a digitalizációban, segít abban, hogy megvalósuljon a legfontosabb cél Magyarországon, mindenki a nyertese legyen a digitális átalakulásnak. A generáció közti különbségek kerültek a középpontjába a Nexon konferenciának, arra kereste előadásában a választ, hogy mi motiválja az YZ generációt, hogyan képzelik el a világot. Hogyha össze kellene foglalni, akkor HR szempontból mit érdemes tudni erről a két generációról? Igazából ezt a generációt nagyon is mozgatja az, hogy valamilyen küldetéstudat alakuljon ki bennük, és erre kell egyébként reagálni, tehát, hogy mi a célom a vállalatnál, milyen szerepet töltök be, és hogyan tudom motiválni ugye a fiatalokat. A másik dolog pedig az, hogy nagyon nagy az önmegvalósítás, az ilyen kreativitás, a segítés, a környezetemhez való hozzájárulás iránti igény. Tehát, hogyha egy vállalat ezt is meg tudja adni, akkor mindenképpen versenyképes tud maradni. Hogyha összeengedjük, mert össze kell engednünk ugye az YZ-t az X-esekkel, akkor milyen megoldásokat, milyen feladatokat állít ez a HR-esek elé, és milyen megoldásokat tudunk rá kínálni, kiderül ebből a kutatásból? Igen. Szerintem arra érdemes figyelni, hogy először megértő hozzáállással álljunk ez a problémához, nem elutasító hozzáállással. A másik az az, hogy hogyan tudunk egy olyan környezetet kialakítani, amiben tényleg ez az önmegvalósító hozzáállás, ez felszínre jöhet, de emellett megadjuk azt a mentoringot és ezt a ilyen útmutatást, hogy ez a generáció tényleg olyan szakmai szintekre tudjon felnőni, ami be el tudja érni ezt a hatást. A motiváció megvan, ez kell a HR, hogy megkapják azt a támogatást, azt a felkészültséget. Negyedik alkalommal rendezi meg a Nexon az országos bérügyviteli bajnokságot. Anno mi hívta életre ezt a versenyt? Két fő célunk volt ezzel. Egyrészt azt gondoljuk, hogy a bérügyvitel egy nagyon fontos szakma, kulcs tevékenység egy vállalat életében, és nincs eléggé megbecsülve. Ezért kicsit a szakmának a elismertségét szerettük volna ezzel növelni. Valamint a munkaerőpiac az elmúlt években sajnos egyre idősebb, illetve egyre kisebb ebben a tekintetben, és szeretnénk kicsit a fiataloknak azt megmutatni, hogy ez egy jó lehetőség, hogy egy karriert építsenek. Minden évben rekord létszám jelentkezik, most 1200 körüli versenyző regisztrált, 5 fordulós a verseny, természetesen egyre nehezebbek a szakmai fordulók, és ugye a végére közel 400-an maradtunk, versenyzők, és ebből mai napon fogunk díjazni az első 10-et. Nexpont néven HR tanácsadásba vág a Nexon. Mi volt a motiváció, mi hívta életre ezt az innovációt? A Nexon már 27 éves pályafutása alatt evangelizálni akarja mind a bérügyvitelt, mind a humánügyvitelt.
Az első lépés a termékeinknek a kibővítése volt, hogy kiszolgáljuk a humán területet is, először csak humán adminisztrációs résszel, aztán utána már valóban a HR digitalizációjára léptünk, és a dolgozói önkiszolgálók és a dolgozók önmaguknak való hát könnyedebb kiszolgálására léptünk rá. Világosan látszott az elmúlt évek során, hogy ezzel a termékkel feltétlenül szükség van arra, hogy egyfajta mankót adjunk a szervezeteknek, nem csak a HR vezetőknek, hanem a HR vezetők körül dolgozó embereknek, illetve talán maguknak a munkavállalóknak is, hogy magukévá tudják tenni, szerethessék, és valóban beépüljön a mindennapi életükben. HR tanácsadásba vágta fejszét a Nexon, és ehhez talált magának egy szövetségest. Miről is szól az együttműködés? Az együttműködés arról szól, hogy január 1-től létrehozzuk a Next pontot, amely tulajdonképpen a Nexonnak lesz a tanácsadói üzletága. Néhány hónappal ezelőtt, amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy láttam a gyakorlatban a Nexon szolgáltatásainak a bevezetése során, hogy hiányzik pont az a láb, ami arról szólna, hogy hogyan lehet felkészíteni a munkavállalókat, vezetőket egy újfajta digitális HR-szolgáltatásra, hogyan lehet megértetni a vezetőkkel azt, hogy a digitális HR-szolgáltatások nélkül a cégek versenyképessége sokkal kisebb lesz, akkor tulajdonképpen így egymásra találtunk, hogy miért ne csinálnánk ezt együtt, hiszen a mögöttem lévő csapatnak a szakmai tapasztalata, tudása az azt gondolom, hogy predesztinálja arra, hogy tudjon hathatósan segíteni minden olyan Nexon projektben, minden olyan Nexon ügyfélnél, ahol már látszik azt, hogy a digitális HR-szolgáltatások egyik vagy másik modulja, vagy akár teljes palettája is bevezetésre került, vagy kerül a jövőben.